A mi segedelmünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek. Teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Énekeljük a 105. Zsoltár első és második versszakát. A 105. Zsoltár első versszaka így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek. Ha ez nem így történik,
akkor minden pusztulásra van ítélve, és ha nem így történik, akkor csak ideig, óráig való emberi igyekezet és kínlódás. És a meddőségben minden szerte osztik. De ha az Úristen az, akire tekintünk, és ő az, aki új életet és új lendületet, új reménységet lehel a mi munkánkban, kortól, felekezettől, nem tőle függetlenül, akkor két nagyon hasznos következmény lesz. Azt mondja a felolvasott igényben a Zsoltár író, először is, az olyan ember, aki Istenére tud tekinteni, az egész életében és kultúrájában is megújul és bővülködik. Azaz ki teljesedik. Nem a saját maga erényéből, nem is az alkotó tehetsége által csupán, hanem az a többlet által, amit az Úristentől kap. És az, aki így bővülködik, az nem aggódik a holnap felől, nem aggódik népek kultúrája felől, mert jöjjön bármi, Istenében biztosan állva, talpon tud maradni. És a másik hozadéka az Istenre való odafigyelésnek, az már sokkal látható és kézzelfogható. Megtelik jó voltoddal az egész élet, mondja a Zsoltár. És ennek az áldásnak néhány csepjét, néhány hangját, néhány színét, vagy néhány dallamát, ha látjuk és tapasztalni fogjuk. Átérezni fogjuk. Átvesszük a rezdüléseket. Hát az Úristennek csodálatos kegyelme az, hogy az ő jó voltával úgy telik meg a mi életünk és lelkünk, hogy minden otthoni gondot, testi fájdalmat, lelki gyászt pillanatra felejteni tudunk. És az, ami emberileg lehetetlen, az az Úristen jelenlétében a tőle kapott szent élet által lehetségessé válni. Hát a mai ünneplésünk alkalmával így töltődjünk fel. És ezt az erőt, ezt az energiát, ezt a lelket vigyük magunkkal. És legyen életünk állandó eszköze. Állandó eszköze. Amen. Gyertek testvéreim, most ezért imádkozzunk. Felséges Istenünk, mindenható Atyánk, csodálatos az a Te kegyelmed, hogy nekünk is életet adsz, és népünket megtartod minden gyarlóságunk, nyomorúságunk ellenünk. Sőt, erőt adsz nekünk, tudást, alkotókészséget, hogy mindezt nemesen, igazi művészetként éljük. Köszönjük, édes Istenünk, hogy ma együtt lehetünk, és köszönjük azt, hogy ismét kórus találkozó formájában ünnepelhetünk. Arra kérünk, édesatyánk, hogy légy velünk ez alkalommal is, és a Te jelenléted áldja meg a mi életünket, szeretteink életét, közösségünk életét. Te légy, ami megtartunk ott, ahol más eszköz már nincsen. És Te őrizd meg a mi sajátos erdélyi magyar kultúránkat is. Krisztusért kérünk, légy itt közöttünk, és légy velünk nap, mint nap. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól.
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva énekeljük a 454. énekünk első, negyedik és hetedik versszakát. A 454. énekünk első versszaka így kezdődik. Nagy Isten téged imád, menj minden lakója. Közössége. Legyen mindnyájunkkal. Amen.